Nem akárkinek volt szülinapja az elmúlt hetekben, Budapest Reptere ünnepelt évfordulót, egész pontosan a 70-et, és ennek apropóján kaptam meghívást, hogy megnézzem légikikötőnk legizgalmasabb részeit. Idegenvezetőm nem más volt, mint az Aeropart YouTube csatorna készítője, aki... A látogatás két részből állt, először az Aeropar gépeit néztük meg Balázs vezetésével, majd átautóztunk az utasforgalom elől lezárt egyes terminálra. Ami legelőször feltűnt, az az volt, hogy milyen kevés gép szállt el felettünk, a vírus miatti korlátozások okán radikálisan lecsökkent a légiforgalom. Szerencsére a hiányérzetemet elég gyorsan kezeltük, amikor elkezdtük megnézni a kiállított repülőgépeket belülről is. Az első gép, amit láttunk, egy IL-18-as volt, ami az IL-14-est váltotta. Az IL-14-es 30 utas tudott vinni, ez pedig már 100 főt is, ami azért elég szép ugrás, és bár kényelmesebb és gyorsabb is volt elődjénél, mégsem szállított sokáig utasokat. Nagy változás volt ez, hiszen sokkal kényelmesebben tudtak az utasok eljutni a célállomásokra, gyorsabban is, mint az IL-14-esekkel, ráadásul nagy volt a hatótávja, tehát egészen új célállomások is felkerültek akkor a Malév kínálatába. Ezek a gépek nagy távolságokat is meg tudtak tenni, repültek egészen Észak-Európától Közép-Afrikáig. Nem voltak túl sokáig utasszállításban, szolgálatban ezek a gépek, hiszen 60-as évek végén és a 70-es évek elején a Malév is elkezdett belépni a jet korszakba, ami azt jelentette, hogy megjelentek a sugárhajtású repülőgépek, még gyorsabban, még kényelmesebben lehetett menni, úgyhogy a 18-asok onnantól kezdve az áruszállításban kaptak szerepet. Amikor átalakították teherszállítóvágó üléseket, ki kellett szerelni, speciális padlózatot adni, lehet látni több helyen azokat a síneket, ahol az árut rögzítették, és a leggyakoribb áru bábolnai napos csibe. Volt olyan, hogy 100-120 ezer csibét szállítottak innen Budapestről különféle közel-keleti, távol-keleti országokba, meg Afrikába. Hát most el lehet kérdezni, hogy a 70-es évek Afrikájában nem túl fejlett repülőtereken milyen tempóban zajlott adott esetben plusz 45-50 fokban a járatnak a kiszolgálása, és hát onnantól kezdve, hogy leszálltak, a csibéknek a percei voltak megszámlálva. Tehát, hogyha nem sikerül gyorsan kipakolni a gépet, akkor a szállítmánynak egy elég jelentős része elveszett, úgyhogy sok pilóta mesélte, hogy leszállás követően neki vetköztek, és őnekik kellett kipakolni a repülőgépet. Az első osztály, vagy biznisz, az nem a gép elejében, hanem hátul volt. 8 óriási fotel, a hőskor ezen a repülőgépen 60-as évek elején, és ez nem az első osztály. A repülőgép ott termel pénzt, ahol ülés van. Tehát emiatt van az a mai gépeken, hogy viszonylag szűkülések, sűrűn egymás mögé rakva, hiszen csak ott keletkezik bevétel. Minél nagyobb a konyha, minél nagyobb a mellékhelyiség, minél nagyobb a fogadótér, az mind-mind abból a területből veszel pénzt, ahol a repülőgép a levegőben bevételt tud szerezni. Nem volt számomra világos, hogy a Malév mióta volt fontos része a reptérnek, így erre is kitértünk. A Malév az úgy kapcsolódik bele, hogy 1946-ban indult el a Masovlet nevezetű légitársaság, ami a Malévnek a jogelődje, és a kezdetek kezdetén ott a háború után csak úgy működhetett a dolog, hogy egy ilyen szovjet-magyar vegyes vállalattal üzemeltetik a légiközlekedést elég komoly szovjet ellenőrzés mellett, és rá pár évre tudott gyakorlatilag átalakulni a mai értelemben vett Malévé a társaság. A Malév 66 év után 2012-ben húzta le a rolót, és utána volt még egy bátortalan kísérlet egy újabb magyar nemzeti légitársaságra, Solyom E néven, de abból végül semmi sem lett. Rövid életű próbálkozás volt, hát nagyjából addig jutott ez a vállalkozás, hogy elhozták egy augusztus 20-án bemutatni az első repülőgépüket, és még aznap visszarepülték Shannonba a leasing céghez, és ott gyakorlatilag megszűnt. A vírus soha nem látott mértékben visszadobta a forgalmat, ugyanakkor lassan, de biztosan kezd újra beindulni az élet. Hogyha egy március végével, április elejével összehasonlítjuk, akkor
külső szemlélőnek ez annyira még nem tűnik föl, de nekünk, aki nap mint nap itt vagyunk a repülőtére, meg a repülőtér közelében már igen. Szóval, hogy a döbbenetes adatokat mondjam, tavaly áprilisban meg egy átlagos áprilisi napon, ami ugye már közel van a nyári csúcs szezonhoz, és lassacskán olyankor már májustól indulnak a charterjáratok is. Szóval az a lényeg, hogy egy átlag áprilisi napon ilyen 44 ezer ember szokott megfordulni indulóban érkezőben a repülőtéren egyetlen egy nap alatt. Hát most voltak olyan napok, hogy ilyen 200-300 utas indult és érkezett a repülőtérre. A gépmozgások száma is volt, amikor 10 alatt maradt, és azok is jobbára csak kargógépek voltak. Úgy számolnak itt Budapesten is, ugye a tavalyi rekord 16 milliós utasforgalom, az várhatóan két év múlva, két éven belül lesz majd meg. Eközben kicsit elerett az eső, és hát mi lehet jobb eselnyő, mint egy repülőgép szárnya. Hát most van a legmenőbb elnyőnk. A következő gép, amit megnéztünk belülről, egy JAK-40E volt, ami különleges feladatot teljesített működése alatt. Itt az első kabinban, ami szokatlan, ez az ülő garnitúra, semmi VIP járatról nincs szó, meg mindenféle úri utasoknak a szállítványozásáról. Ez a repülőgép sokáig itt Ferihegyen kalibrálási feladatokat látott el. Ugye ez a kalibrálás azt jelenti, hogy a futópályáknak a műszeres leszállító rendszerét és az ahhoz tartozó antennákat be kell mérni, jól működnek-e, megvan-e a megfelelő siklópálya. Egy repülőgép napokon keresztül folyamatosan körözget és iskolaköröket ír le, és nézi a siklópályát, nézi a szükséges rádiójeleket. És ezen a gépen is volt telepítve egy Sierra nevezetű berendezés, ami itt kapott helyet. Hát az az érdekessége, hogy ez a Sierra nevezetű kalibráló eszköz nagyjából kétszer többe került, mint maga a repülőgép. Igen. Zárójelben jegyzem meg, hogy nekem az Aeroparkban azt tetszett a legjobban, hogy meg tudtam nézni a repülők pilóta fülkéjét belülről, abszolút le a kalappal bárki előtt, aki ilyeneket el tud vezetni, főleg évtizedekkel ezelőtt, amikor közel sem volt ilyen modern a kezelőfelület, de menjünk is tovább a következő géphez. Ehhez a Likettes típusú géphez egy különleges történet kapcsolódik. 1956 nyarán néhány fiatal eltérített egy ilyet, mely amúgy a Budapest-Szombathely útvonalon közlekedett, de nyugatra akartak menni vele, mindezt úgy, hogy a gépen egy AVH-s tiszt is volt. Az akció sikerrel járt, eljutottak a Likettessel Németországba, és ott menedékjogot kaptak, a többi utast pedig, akik előre nem is tudták, hogy miben fognak keveredni, rövid úton visszaszállították Magyarországra, hogy itt alaposan kifaggassák őket. Az egyik fiatal, aki benne volt a szökési tervben, Győr felett elkiáltotta magát, hogy jé, ott van Győr, és a többiek tudták, hogy ez a jel az akció kezdetére. Az esetről film is készült pár éve. A következő repülőgép azért tetszett, mert a pilóta fülkéje abszolút a Star Wars-os ezer éves solyomra emlékeztetett. Lehet azért akarták solyomernek nevezni az új magyar légitársaságot, mert mindegyik gép úgy nézett volna ki, és csubakáik lettek volna a pilóták? Engem megvettek volna kilóra, az biztos. De visszakanyarodva a rideg valósághoz, ezt a TU-134-est is megnéztem belülről, és persze be és le is másztam a pilóta fülkébe, ami nem volt egyszerű mutatvány. Az utolsó repülőgép, amit megnéztem, egy méretes példány volt, egész pontosan egy TU-154-es. Ez volt az első olyan sugárhajtású gép a Szovjetunióban, amit kifejezetten személyszállításra álmodtak meg. 1968-ban volt az első felszállása, és néhol még ma, 52 évvel később is használatban vannak belföldi utakon. Az első dolog, amit észrevettem ezen a gépen, hogy sokkal jobban elfér a lábam. Tehát széletében ugyanannyi hely van, viszont a lábamnak sokkal több hely van. Igen, szélességre az ülések azok hasonlóak, mint napjainkban. Amiben más, hogy sokkal nagyobb volt a lábtér, de akkor még úgy igyekeztek egy picit a kényelemre adni. Ez megint a repülésnek a fő hívószava a hatékonyság, tehát akkor hatékony egy Airbus A320-asnak, 21-esnek az üzemeltetése, vagy egy Boeing 737-esé, ha minél több utas tud elvinni. Érdekes összehasonlítás, ugye szinte bármelyik légitársaságnál egy A320-as napjainkban 180 utas tud elszállítani, elég keményen tele van székezve a repülőgép. Ez, ami az akkori nagy vas volt a Malévnél, tehát a Boeing 767-esek érkezés előtt ez volt a nagy vas, ez csúcsidőben is ilyen 144 utast tudott vinni. Bevezették a komfortosztályt, ami úgy nézett ki, hogy ugyanezek az ülések, viszont a középső blokkolva volt, akár még ilyen kis asztalt is rá lehetett tenni, ez az oroszoknál is egy bevett gyakorlat volt, és akkor kellő távolságban ültek egymással az utasok. Okos. És úgy választották le a komfortosztályt, hogy volt egy ilyen bábszínháznak nevezett mobil tologatható eszköz itt a kalaptartón,
És akkor, hogyha sok komfortutas volt, akkor hátrébb toltak be, 6 sor kellett hozzá, hogyha kevés, akkor csak 2 sor volt a komfortosztály. Ezt a repülőgépet azért szerették nagyon a légiutas kísérők, mert hogy a konyha nem elől meg hátul van, hanem középen a két kabin között. És onnan nagyon kényelmesen ki lehetett szolgálni az első kabinban ülőket, meg a hátsó kabinban ülőket. A hátsó kabin az nagyobb, mint ez, a stadionnak becézték a légiutas kísérők, mert közel 90-en csücsültek ott, de pont abból kifolyólag, hogy középen volt a konyha, légiutas kísérő szempontból ez az egyik legszeretettebb repülőgép volt nekik. Sok mindent próbáltam már, de légiutas kísérő tájékoztatást még nem tartottam. Egészen eddig. Biztonsági öveiket csatolják be, és állítsák tetszésre. Kicsatolni a fedőlap felemelésével lehetséges. Az önök előtt lévő ülésekben találják a gépre vonatkozó biztonsági tájékoztatót. A fel- és a leszálláskor csökkentjük a kabin világítást. Köszönöm figyelmüket! Az Aeroportnak van néhány old school autója is, az egyik ilyennel egy Ladával gurultunk át az egyes terminálra. Előzetesen ehhez le kellett adni az adatainkat, majd egy ellenőrző kap után megkaptuk a belépési engedélyünk, és egy további ellenőrzés után már bent is voltunk. Szervizben lévő hatalmas repülők és kis magángépek váltakozó látványa fogadott az egyes terminálra megérkezve, és a sok gép között egyszer csak egy ismerős tűnt fel. Ez bizony ugyanaz a repülő, ami a hajóról leszállva április elején hazahozott Los Angelesből. Akkor hihetetlen küzdés ellen jutottam le a hajóról és kerültem fel erre a gépre, most pedig különleges érzés volt 2 hónappal később újra ott állni mellette. A kihasználatlanság miatt a reptéren rengeteg Wizz és Ryanair gép parkol most arra várva, hogy újra beinduljon a repülős forgalom. És bár azért a normálistól még messze vagyunk, de úgy tűnik így nyár elején kicsit kezd feltámadni a forgalom. Hol is vagyunk most tulajdonképpen? Hol állunk? Ez az egyes forgalmi előtér, és a főszereplő itt a történelmi egyes terminál a hátunk mögött, ami május elején volt 70 éve, hogy megnyitotta a kapuit. Sok különlegessége van. 2012-ig fogadott utasokat az épület, hiszen a 2000-es évek közepén volt egy nagyon-nagyon átfogó felújítás rajta, korszerűsítés, és akkor ide költöztették a disztont, a fapados légitársaságokat. Viszont 12-ben, amikor a Malév becsődölt, akkor az a döntés született a repülőtér részéről, hogy visszaköltöznek a diszkontok a kettesre, mert rengeteg kapacitás szabadult fel a Malév nyomán. Fiab Dávid Károly az épület tervezője, ő úgy álmodta meg a 30-as évek végén ezt az épületet, hogy felülnézetből egy repülőgépet formázzon. Ha valaki egy régi légi fotót, de ugyanúgy egy korszerű mai is lehet, néz, vagy akár csak a külön ránagyít a műholdképre, gyönyörűen kirajzolódik ez a repülőgép forma. Az egyes terminál működésének első éveiben főleg belföldi járatok indultak innen, mert akkoriban a Malév belföldi hálózata nagyon kiterjedt volt. Míg ma Budapest mellett főleg Debrecenről hallunk, akkor tájt az 50-es években mentek járatok Miskolcra, Békéscsabára, Pécsre, Zalaegerszegre és így tovább. Ráadásul nem is volt olyan drága mulatság, mert miniszteri rendelet szabályozta, hogy egy ilyen belföldi járat nem kerülhetett többe, mint ugyanarra az útra egy első osztályú vonatjegy plusz 20%. Az egyes terminál tehát 2012 óta le van zárva az utasok elől, de azért itt is történnek izgalmas dolgok, képzések, rendezvények, sőt, például itt forgatták a Die Hard 5 egyes jeleneteit. Volt itt régen növénykert, sőt állatkert is, több ezer állattal. Ezeket a reptér területén összefogott, valamint az illegálisan az országba hozott és lefoglalt állatok tették ki. Épp a látogatásunk alatt érkezett egy hatalmas katar teherszállító, amit leszállás után végig kísértünk addig, míg meg nem állt. Ezeken a nagy teherszállítókon mindent szállítanak, de tényleg mindent, amit el lehet képzelni. A látogatás lezárásaként felkapcsolták nekem a kifutópálya világítását, aminél menő megkoronázása nem is lehetett volna ennek a napnak. Remélem nem sokára minden visszaáll a régi kerékvágásba és újra tudunk repülni. Írjátok meg kommentben, hova fogtok először repülni, én pedig itt hagynék nektek a végére egy rövid összeállítást a reptér látogatás legjobb részeiről.